kiállított munkának Clockwork óramű a címe. Tulajdonképpen egy nagyobb sorozatnak a utolsó, vagy eddigi utolsó darabja. Alapvetően különböző időelképzelést, a ciklikus, ismétlődő, körkörös időt, amilyen mondjuk a tradicionális idő, a mezőgazdaságnak az ideje, akkor ahogy a hónapok egymás után következnek, amit itt tényleg egy kör ábrában ábrázolhatunk, ezt párosítsa a modern idő felfogással, amelyik a végtelenbe süvít, és hogy lehet ezt a két ellentétes dolgot egyszerre megjeleníteni egy munkában. Központi eleme az tulajdonképpen egy végtelen jel, hiszen a végtelent csak úgy megjeleníteni nem igen lehet. Legegyszerűbb, vagy a leghálásabb egy ilyen szimbólumban, mint a végtelen jel, a fekvő nyolcas, a lemniszkáta, geometriai nyelven. Egy olyan térbeli forma a központi eleme, amelyik egy ilyen térbeli lemniszkáta, aminek tulajdonképpen két szabályos, jól felismerhető vetülete van. Az egyik az egy kör, a másik pedig a végtelen jel. Ebben a munkában, amit látható, ez folyamatosan mozgásban van, ezért ez a legbonyolultabb az összes közül. Tehát maga ez a térgörbe lesz egyszerre vetülete szerint, ami itt egy projektált kép, mert van egy tükör, ami kivetíti a lámpának a fényét. Tehát ez a térben változó görbe egy bizonyos állapotban körformát mutat, aztán később egy átalakul és végtelen jelformát. Tehát így jelenik meg ez a két eltérő időfelfogás. És hogy mindenki tudja, hogy időről van szó, ezért van egy óramutatószerű szerkezet benne, amelyik ilyen ütésekkel halad, és végigjár emellett a térben változó forma mellett. Ennek az említett parabolatükörnek köszönhetően kivetül a falra az árnyéka ennek a mozgó hullámzó görbének, és megjelenik a falon, ahol látjuk azt, hogy ott ütöget a mutató. És hogyha ezt követjük a mozgását, akkor szerintem érdekes, hogy a mutató az bizonyos szakaszokon óramutatójárása szerint mozog, aztán más szakaszokon fordítva mozog. Tehát itt is megjelenik a mozgásnak az ellentétes iránya, illetve a kiterjedésnek is, hogy van, amikor egészen sokat látunk a pálcából, van, amikor pedig tulajdonképpen pontán zsugorodik össze, nincsen hossza. Tehát ott is van egy ilyen pulzáló, táguló, szűkülő jelleg.